Beárás is volt, meg gól is. Gyakoroltam sokat, kint szoktam az edzés után maradni, nézem a kapus mozgását. Nem, hát most nyilván be akartam lőni, most a másiknak és másnak is van ilyen, hogy néha lecsúszik. Hát így csúszom le máskor is, hogy abból gól legyen. Nagyon fontos gól volt, kicsit szenvedős meccs volt, mentetek előre folyamatosan, de hogy nem volt olyan sok zicser. Igen, nyilván kijött az, hogy azért nagyon sűrű ritmusban játsszuk a mérkőzéseket, azért rotálunk is, de mindenkit nem cserélünk a csapatba. Lehet ezt érezni, meg azért ma, hogy 5 órától játszottunk, azért elég jó idő volt, már ilyen nyári feeling volt. Ez sem könnyíti meg a helyzetünket, de persze az ellenfelét sem. Azért azt lehetett látni, hogy ők próbáltak frissíteni, és szerintem a következő mérkőzésre készültek jobban, de nagyon-nagyon megnehezítette a Kisvárda dolgunkat, és hát nem tudom, mi lett volna, ha ez az egy gól nincs. Annak örülök, hogy van, hogy megnyertük, és igazából már csak 4 forduló van hátra. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy friss vagyok, addig bírok menni, addig akarok menni, amíg bírok a pályán, és nyilván hozzá akarom mindig tenni a teljesítményemmel, akár futómunkámmal, akár hogyha jön a gól, akkor góllal, a győzelemhez, amit lehet a csapat munkájához. Számolgatok már, hogy mennyi kell még? Nem, de még biztos, hogy nincs meg, úgyhogy örülök neki, hogy van még 4 meccs ebből a bajnokságból. Felszabadultan élvezve kell játszani, és ugye a Fehérvárral is játszunk még azért egy nagyon élvezetes mérkőzést.